800 ezer olyan gyerek van Angliában, aki nem jogosult iskolai étkezésre, de a családja sem tudja kifizetni a melegételt, ezt közölte egy brit civil szervezet igazgatója. Egyre többen csúsznak a szegénységi küszöb alá, becslések szerint minden ötödik angliai szorul segítségre. Ennek oka az infláció, 41 éves rekordot döntött novemberben a drágulás Nagy-Britanniában. Napról napra egyre kevesebb gyerek áll sorban a menzánál ebben a birminghami általános iskolában. Csak minden másodiknak jár az ingyen ebéd, a többiek szüleinek napi 2 font 20 pennit, vagyis mintegy 1000 forintot kell fizetni, ha szeretnének melegételt biztosítani a gyereküknek. A tanárok figyelmeztetnek, egyre több szülőnek jelent gondot az ebédpénz kifizetése. Az Egyesült Királyságban ugyanis 40 éves rekordot döntött az infláció, a tej és a vajára pedig több mint 30%-kal emelkedett. 27 éve, amikor tanítani kezdtem, még nem volt a környéken élelmiszerbank, nem is tudtuk, mi az. Ez azonban megváltozott. Nagyon sokan vannak, főleg a Covid óta, akik segítségre szorulnak. Vannak, akik elvesztették az állásukat, mások az infláció miatt boldogulnak nehézkesen. Vannak, akik dolgoznak, de bajban vannak, viszont nem jogosultak az élelmiszerbank jegyekre, ezért mi adunk nekik élelmiszerjegyeket, mondta egy tanár. Országszerte családok százezreinek jelent gondot gyerekük étkeztetése. Az egyik civil szervezet szerint ezek a gyerekek gyakran nem jutnak hozzá megfelelően tápláló élelemhez. Körülbelül 800 ezer gyerek van Angliában, akik a szegénységi küszöb alatt élnek, mégsem jogosultak ingyenes iskolai étkezésre. Ezek azok a gyerekek, akikért nagyon aggódunk a jelenlegi megélhetési válságban, hiszen a szüleiknek rendkívül nehéz döntéseket kell meghozni, amikor vásárolnak. Gyakran mondanak le az iskolai étkezésről, és helyette maguk csomagolnak ebédet. 10-ből 9 alkalommal ezek az ételek sokkal kevésbé táplálóak, mint amit a menzán kapni, sőt, van, hogy semmit nem kapnak, mondta a szakértő. Van, aki bölcsődéskorú gyerekével elsősorban egy tál melegételért az angliai Blackpool élelmiszerbankjánál. Napi százakat szolgálnak itt ki. Egyes becslések szerint minden ötödik angol segítségre szorul, a télen pedig elérheti az 1 milliót a szegénységben élő gyerekek száma. A friss húsra is lopásgátló került ebben a londoni üzletben. Amióta Angliában is elszabadult az infláció, egyre gyakrabban fordul elő, hogy fizetés nélkül távoznak a vásárlók az élelmiszerekkel. Szalonna, kolbászok és sajt, ezeket lopják a leggyakrabban, mutatta az üzletvezető. Felháborítóak az árak az üzletekben, minden pénzem a számlákra és bevásárlásra megy el, mondta egy nő. 1981 óta nem volt olyan magas az infláció az Egyesült Királyságban, mint most. A drágulás motorja itt is az energia. Egy átlagos brit háztartás 89%-kal fizetett többet a gázért és az áramért októberben, mint egy évvel korábban.